Jó napot kívánok, sziasztok! Ez itt a Suli Híradó. Főiskola által finanszírozott alapszakok akadományán. Államilag finanszírozott helyekre való bejutási rendszerhez hasonló módon a Kodolányi János Főiskola minden alapszakán lehet tandíj fizetése nélkül is diplomát szerezni. Így döntött a Kodolányi János Főiskola rektori tanácsa. A Kodolányira az elmúlt évek tapasztalatai alapján akár alacsonyabb pontszámmal is be lehet jutni az ingyenes helyekre, mint az államilag finanszírozott helyek minimum ponthatára. A hallgatóknak nem kell aláírniuk a röghöz kötő hallgatói szerződést, a tandíjmentes helyek a nappal is hallgatók mellett a levelező és távoktatásos képzési formák választóknak is elérhetők, és a képzés teljes időtartamára járnak. Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye az alapszakokra nem kapott államilag finanszírozott helyeket, csak a mesterképzéseire. A 20 éves magán felsőoktatási intézmény vezetősége ezért úgy határozott, hogy a hozzá felvett hallgatók közül minden szakon a legjobbaknak tandíjmentességet biztosít. Ez azt jelenti, hogy a felvett hallgatók közül a legmagasabb pontszámmal bekerülőknek nem kell költségtérítési díjat befizetniük. A felvételi eljárásban a költségtérítéses finanszírozási formát kell a jelentkezőknek megjelölniük, és a jelentkezések feldolgozása után egy belső ponthatár fogja meghatározni, mely hallgatók szerezhetnek tandíjmentesen diplomát. Középiskolai tanulmányi versenyek ezen a héten. Február 6-án került megrendezésre a Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny. Majd február 7-én az Irinyi János országos középiskolai kémia versenyen mérhették össze tudásukat az arra jelentkezők. Megavers. Az Abonovák Kulturális Központ és a Szolnok Televízió 2009-ben a Költészet Napja alkalmából indított tehetségkutató versenyt, melynek célja, hogy a vers szerető közönség tehetséges fiatalok értő tolmácsolásában élvezhesse a klasszikus és kortárs költők műveit. A sikerre való tekintettel a szervezők folytatni kívánják a programot, ezért újra meghirdetik a versenyt Megavers 5 címmel. Az idei vetélkerőt a 190 éve született legnagyobb magyar költő Petőfi Sándor emlékének szentelik. Ha szereted a verseket, és szívesen elő is adod őket, akkor ne hagyd ki a Megavers 5-öt. Bővebb információkért keresd a magyar tanárodat. Kultúrházak éjjel-nappal. Az Ipoly Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ érdekes programokat szervez ma délutánra és holnapra egyaránt. A mai napon betekintést nyerhettek a Kulturális Központban működő csoportfoglalkozásokra. 16:45-től a gyermekvastáncot tekinthetitek meg. 17 órától a Sakklub várja az érdeklődőket, míg 18 órától a Miklós Néptánc Együttes felnőtt csoportjának táncát nézhetitek meg. Holnap pedig mesefilmvetítéssel és farsangi mulatsággal vár titeket a Kulturális Központ. A belépő 300 forint. 100 forint abban az esetben, ha tagja vagy az intézmény valamely csoportjának vagy könyvtárának. Termál program folyik a strandon. Jelenleg a strandfürdő régi medencéjét bontották ki, amely a programnak köszönhetően újra használatba kerül majd, így egy újabb medencét vehetnek birtokban miklósiak. A munkálatok miatt a strand a téli időszakban zárva tart, de a munka végeztével szélesebb lehetőségekkel várja majd a lakosságot. Addig azonban a lakosság türelmét kérik. Ezen a napon 79 év alatt meg Móra Ferenc író, újságíró, múzeológus, a Kincskereső kiskörben szerzője. Ez volt a Suli Híradó. Viszontlátásra, sziasztok! Bővebb információkért látogassátok meg a Facebookos oldalunkat, vagy a honlapunkat a www.belcsinytv.wordpress.com-ot.